kevés a szakember, nincs elég pék az országban, akadnak olyan pékségek, amelyek a jelentős munkaerőhiány miatt zárnak be. Erről tájékoztat a televíziónkat a Magyar Pékszövetség alelnöke. Indul a nyári diákmunka. Közeleg a tanév vége, így egyre többen keresnek diákmunkát. Itt elsősorban gyári betanított munkára, árufeltöltésre és telefonos értékesítésre keresnek jelentkezőket. Támogatást kapnak, idén összesen 600 millió forintot osztanak szét a Magyarországon működő önkéntes tűzoltó egyesületeknek. Nincs elég pék az országban, akadnak olyan pékségek, amelyek a jelentős munkaerőhiány miatt zárnak be. Erről tájékoztatta a szerkesztőségünket a Magyar Pékszövetség alelnöke. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Lakatos Tibor elmondta, legalább 3000 pék hiányzik az ágazatból. Szerinte a fiataloknak nem elég vonzó a szakma, a munka nehéz, a fizetés pedig kevés. Bruttó 160 ezer forint, azaz nettó 106.400 forint. Havonta átlagosan ennyiért dolgozik egy pék ma Magyarországon. Egy dagasztó, aki ugye döntően meghatározza a terméknek a minőségét, nyilván többet keres. Erre a 160 ezerre még némi kafetődi és éjszakai pótlék is megy, de nagyon nehéz ezzel a bérel munkavállalókat találni. Jellemzően külföldre mennek a végzett pékek is és a pék szakmunkások is, hiszen ha csak a nyugati országban részben lévőket is megnézik, de a külföldön, Ausztriában lévőket, ennek az itteni keresetnek több mint a 3-4-szeresét is megkeresik a szakmunkások, és ezáltal alakult ki ez a szakmunkás hiány. A Pékszövetség alelnöke hozzátette, nincs elég pék az országban, mintegy 3000 munkavállaló hiányzik az ágazatból. Az anyagi terhek és a munkaerőhiány pedig több pékséget is érintett, jó néhányan be is zártak. A január 1-én bevezetett minimálbér emelés jelentősen érintette a sütőipari vállalkozásokat, hiszen meg kellett adnunk a minimálbért, és hatványozottan jelentkezik a minimálbér növekedés a éjszaka és délutáni pótlékok miatt. Ugyanezt viszont nem tudtuk érvényesíteni az árakban, és ez vezetett oda, hogy nagyon sok sütőipari vállalkozás be kellett, hogy zárjon, nem bírta a versenyt, illetve egyszerűen nem volt szakembere, akit foglalkoztasson. Dezső közel 30 éve dolgozik pékként, jelenleg két műszakban. Ha délután 4-kor kezd, akkor hajnali 2 körül végez a munkával. Szerintem a fiataloknak nem vonzó ez a munka az éjszakázás miatt, meg elég sokat kell dolgozni azért péknek. Aztán ez nem vonzza a fiatalokat, így gondolom. 6 hónap türelmi idő után június közepén lépnek életbe a magyar élelmiszerkönyv változásai. A kenyerekre és péksüteményekre vonatkozó szabályokat is módosították, a változások elsősorban a vásárlók tájékoztatását szolgálják. Jobb minőségű pékáruk kerülnek majd a boltokba, hiszen szabályozzák a keveréket képező lisztek arányát, például az egyre népszerűbb teljes kiörlésű vagy rozsos kenyérnél is. Utóbbi esetében a rozsliszt aránya eddig minimum 15%-os volt, ezek után minimum 30%-os lesz. Vasárnap 0 órakor életbe lépett az ukrán állampolgárok Európai Uniós vízummentessége. A szabályok szerint Ukrajna biometrikus útlevéllel rendelkező állampolgárai ezentúl vízum nélkül utazhatnak az Európai Unió tagállamaiba. Ezek az ukrán állampolgárok fél évenként 90 napot tartózkodhatnak az uniós országokban, az Egyesült Királyság és Írország kivételével, turisztikai vagy üzleti céllal, valamint családi okokból. A határátlépéskor az utasnak rendelkeznie kell olyan papírokkal, amelyek jelzik utazásának célját. A vízummentesség miatt vasárnap nem tapasztaltak nagyobb forgalmat a magyar-ukrán határátkelőkön. Vasárnap délig egyébként 700 ukrán állampolgár lépte át vízummentesen Ukrajna és az EU határát. Közeleg a tanév vége, így egyre többen keresnek diákmunkát. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében elsősorban gyári betanított munkára, árufeltöltésre és telefonos értékesítésre keresnek jelentkezőket. Míg tavaly óránként minimum bruttó 639 forintért dolgoztak a fiatalok, addig idén már közel 100 forinttal többet kereshetnek diákmunkával. A 2017-es minimum órabér 733 forint, és ebből csak az SZJ-t vonják le.
Amennyiben a diákmunkát iskolaszövetkezeten keresztül vállalja egy fiatal, akkor a feltételek között szerepel, hogy legalább 16 éves és nappali tagozatos legyen, 3 hónapnál nem régebbi iskola látogatási igazolást mutasson be, és persze személyi, valamint diák igazolványát is ellenőrzik. Nappali tagozatos diákok jelentkezhetnek 16 éves kortól, és passzív fél éve lévő diákok is 25 éves korig adhatják le a jelentkezéseket, és regisztrálhatnak nálunk. Jelenleg nyáron a pénztárosi, az árufeltöltői munkánk, az összeszerelői, a csomagolói munkák a legnépszerűbbek. A legtöbb érdeklődő diák üzemi, gyári munkára jelentkezik térségünkben. Akkor Legó, mennyi az óra, miért azt megkérdezhetem? A diákok többek között munkaruhát, például munkavédelmi cipőt is kapnak az iskola szövetkezetektől. Immáron 2 éve dolgozok diákmunkában, tavében és az idei évben a gyári munkát részesítettem előnyben, jelenleg most a Legóban dolgozok, és ezáltal szeretném megkeresni a nyári nyaralásokra, üdülésre és egyéb külön kiadásokra, mint például jogosítvány vagy nyelvvizsgára a pénzt. Míg tavaly óránként minimum bruttó 639 forintért dolgoztak a fiatalok, addig idén már közel 100 forinttal többet kereshetnek a diákmunkával. A 2017-es minimum órabér 733 forint, és ebből csak az SZIA-t vonják le. Villanyoszlopnak csapódott egy személyautó tegnap délután Nyírpazony Kabaláson. A sofőr elvesztette uralmát a jármű fölött egy kanyarban, így történt a baleset. Senki nem sérült meg, viszont 300 fogyasztónál szűnt meg átmenetileg az áramellátás a környéken. Idén összesen 600 millió forintot osztanak szét a Magyarországon működő önkéntes tűzoltó egyesületeknek, közölte a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei katasztrófavédelmi igazgatóság tűzoltósági főfelügyelője. Leskovics Zoltán hozzátette, ha a megyéből 30 csapat pályázott és valamennyi nyert. A hivatásosok és önkéntesek számára a hétvégén megyei tűzoltó versenyt szerveztek Geszteréden. 59 csapat mérte össze tudását a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei katasztrófavédelmi igazgatósága, a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei tűzoltó szövetség és Geszteréd önkormányzata által szervezett megyei tűzoltó versenyen. A geszterédi sporttelepen gyermek, ifjúsági és felnőtt, fiú, illetve lány csapatok mérték össze tudásukat. Többek között volt az oltóvíz szállítására alkalmas kismotor fecskendő szerelés, itt 2-szer is próbálkozhattak a versenyzők. 2 versenyszámból áll a rendezvény, gyakorlatilag van egy staféta. Ez igazából a tűzoltásnál is előfordul, hiszen szaladni kell a sugárcsővel, szaladni kell a tömlővel, adott esetben át kell mászni valamilyen palánkon, kerítésen. Ez a versenyszámban megjelenik, és maga a szerelés szintén a tűzoltás alkalmával életszerűen ugyanígy előjöhet. Itt ami nagyon fontos, hogy a tűzoltóknak meghatározott időre kell egy versenycélt leküzdeni. Szabolcs megyében 33 tűzoltó egyesület működik, ezek közül van 4 olyan önkéntes csapat, amely hivatásosok nélkül önállóan is elvégezheti a tűzoltási munkálatokat. Az önkéntes csapatoknak kiírt pályázatokra idén 553 egyesület nyert támogatást, közülük 30 a megyéből. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Magyar Tűzoltó Szövetség írta ki, 600 millió forint kerül kiosztásra az önkéntesek közül országosan. Megyében 30 tűzoltóegyesület adott be pályázatot, és mind a 30 sikeresen pályázott, tehát meg fogják tudni a nyár folyamán, illetve kora ősszel a nyert eszközeiket, meg fogják tudni kapni, illetve volt olyan is, aki szertárfelújításra, bővítésre adott be pályázatot, ők is sikeresek voltak. De tűzoltó technikai kezelői típusvizsga teljesítésére is lehetőség lesz majd az önkénteseknek. A Geszterédi Önkéntes Tűzoltó Egyesület fennállásának 90. évfordulóját ünnepli idén, ezért is volt külön öröm számukra, hogy a településen szervezték a helyi versenyt. Az önkéntesek és a hivatásosok között főleg képzettségbeli különbség van, de egy 40 órás tanfolyammal minimum rendelkeznek, néhányan pedig még egy 640 órás tanfolyamot is teljesítettek.
Hogyan készülhet karfiolból rizs, lehet-e csokoládé fagylaltot készíteni banánból? Ezeket a kérdéseket is megválaszolta Hegyi Barbara a hétvégén Nyíregyházán, Alkalomattán című könyvének bemutatóján. A kötetről hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. 9 érmet szereztek a nyíregyházi atléták a székesfehérvári országos bajnokságon. A magasugró Bakosi Péter sorozatban 5-5-ször végzett az élen, mellette 5-en a dobogó második, 3-an pedig a dobogó harmadik fokára állhattak fel. Nem lesz jelentős változás a Nyíregyháza Blue Sharks játékos keretében. A bajnokságban 5. a HEB kupában 3. helyen végző kék cápákhoz egy új légiós, illetve egy magyar center érkezhet. Hogyan készülhet karfiolból rizs, lehet-e csokoládé fagylaltot készíteni banánból? Ezeket a kérdéseket is megválaszolta Hegyi Barbara a hétvégén Nyíregyházán, Alkalomattán című könyvének bemutatóján. Az író-olvasó találkozó az ünnepi könyvhét záró rendezvénye volt a megyeszékhelyen. Hegyi Barbara rokonai és barátai jól tudják, hogy a művésznő remekül és szívesen főz a családnak és nagyobb társaságoknak egyaránt. Gasztronómia iránti rajongása még gyerekkorában kezdődött. Tinédzserként már szívesen lepte meg a fiúkat saját ételeivel. Néhány évvel ezelőtt gasztroblogot indított, de szerettei és kollégái biztatására úgy döntött, nyomtatott formában adja a főzni vágyók kezébe a legjobb recepteket. Az első szakácskönyve 2011-ben jelent meg, Abrakababra címmel, amiért az olvasók véleménye alapján aranykönyvdíjat kapott. A második könyv 2014-ben látott napvilágot. Hegyi Barbara, akivel Szűcs Anikó újságíró beszélgetett, elmondta, a jó ételekhez jó alapanyagra, jó ízlésre van szükség, és szerinte a jó szakácskönyvnek is vannak titkai. Én sose gondoltam volna, hogy könyvet fogok írni. Azt végképp nem gondoltam volna, hogy kettőt, és hogy ebből az egyik aranykönyves tudott lenni, az igazán nagy megtiszteltetés és nagy öröm. Úgyhogy azt lehet mondani, hogy jól fogadták, mert elment az összes könyv, és most úgy néz ki, hogy szeptemberben újra fogják nyomni. A Víg Színház művésznője sikeres évadon van túl, de társulatával a napokban még fellép a Pécsi Országos Színházi Találkozó versenyprogramjában Dosztojevszki Bűn és bűnhődés című regényéből készült előadásban. Az előadás remekül sikerült. Nekem nagyon kicsi szerepem van benne, de ennek ellenére annyira jó volt a darab készülődés, ahogy azt a 6 vagy 8 hetet töltöttünk vele. Nagyon jó volt készíteni, nagyon jó volt próbálni, nagyon jó volt a csapat, aki a színpadon, illetve a színpad körül dolgozott, hogy mindegy is, hogy mit nyer a poszton, illetve persze nagyon jó lenne, hogyha nyerne bármit, de az, hogy egy Dosztojevszkijével lehet menni a posztra, ez önmagában sokat jelent. A színésznő a közönségnek azt is elárulta a könyvemutatón, hogy augusztus végén színpadon is találkozhat vele, ugyanis a Víg Színház a Szent Ivánéi Szexkomédia című vígjátékkal fellép majd a Vidor Fesztiválon. Kilenc érmet szereztek a nyíregyházi atléták a székesfehérvári országos bajnokságon. A magasugró Bakosi Péter sorozatban 5-5-ször végzett az élen, mellette 5-en a dobogó második, 3-an pedig a dobogó harmadik fokára állhattak fel. A szokásoktól eltérően ezúttal nem a szabadtéri szezon végén, hanem az elején rendezték meg a felnőtt országos bajnokságot, amely a 122. volt a sorban. A nyíregyháziak 20 versenyzővel utaztak Székesfehérvárra, közülük többen ifjúsági, illetve utánpótlás korúak voltak. A küldöttség végül 9 éremmel tért haza, 1 arany, 5 ezüst és 3 bronz volt a háromnak nyíregyházi termése. Kiemelném a dobókat. Szikszai Röbi majdnem megverte Kővágó Zoltánt, aki az olimpián is vett már részt, illetve kiemelném még Kerekes Dórát, aki szintén jó dobással második helyen végzett, Kerekes Lacit, aki 17 méter fölötti dobással szintén második volt, a futók közül pedig Osvát Krisztinát, aki 800 méteren utánpótlás Európa bajnokságra kiküldetési szintet futott, és 400-on is meg lett volna neki ez a szint, csak ott az időmérő szerkezet felmondta a szolgálatot, és így nem hitelesítették az eredményét. A nyíregyháziak aranyérmét Bakosi Péter szerezte, aki sorozatban 5. alkalommal végzett az élen a felnőttek között. A jelenlegi magyar mezőny belül kiemelkedik, bár a formája
nem volt meggyőző a verseny előtt, és a versenytársa igen jó napot fog ki, tehát nagy küzdelemben, végülis utolsó ugrással, 216 cm-es idei legjobbjával tudta hozni úgymond a kötelezőt. Pár Robin a megszokott módon mindig egy érmet legalább szerezett magyar bajnokságon. A hármas ugrásban az neki is úgy gondolom, hogy a harmadik hely volt a reális, távugrásban ott sokkal sűrűbb volt a mezőny, az egy picit meglepetés volt számomra, hogy végig is harmadiknak tudott lenni. A következő érmet a Zajász Petra hármasugró kislányom szerezte, akit most igazoltunk Debrecenből össze. Ő több mint 30 cm-es egyéni rekorddal tudta ezt a teljesítményt hozni, tehát számomra végül is meglepetés volt, hogy érmet tudott szerezni a felnőtt magyar bajnokságon. Mivel a nyíregyházi atléták közül életkorukat tekintve többen is most kerültek a felnőttek közé, a 9 érem mindenképpen biztató a jövőt tekintve, ugyanis időre van szükség ahhoz, hogy az utánpótlásból kiöregedve a sportolók belerősödjenek a felnőtt mezőnybe. Én azt hiszem, hogy egyik napra, másik napra nem megy ez, de mint az eredmények is mutatják, már most a felnőtt magyar bajnokságon ott vannak az élvonalban, és kell még azért néhány év, 2-3 év legalább, hogy a nemzetközi porondon is megmutathassák magukat. Illetve az említettek közül már Szikszai Robi, Kerekes Dóra, ő már nemzetközi meghívásokat is kap, tehát már jegyzik a nemzetközi atlétikai versenyzők között, és hát remélem, hogy Osvács Krisztina is hamarosan ott lesz, hiszen a utánpótlás Európa-bajnokságon megmutathatja, hogy mit tud. A felnőtt bajnokság után következnek a korosztályos országos bajnokságok, amelyeken szintén több éremesélyes nyíregyházi atléta áll majd rajthoz. Az elmúlt hétvégén az is eldőlt, hogy a magyar csapat a bizonytalan kenyai belpolitikai helyzet miatt nem indul Nairobiban az ifjúsági világbajnokságon. Így a hármasugrásban szinten rendelkező Leveleki Bence az olaszországi junior Európa-bajnokságon képviselheti a nyíregyházi színeket. Nem lesz jelentős változása a Nyíregyháza Blue Sharks játékos keretében. A bajnokságban ötödik, a HEP kupában harmadik helyen végző kékcápákhoz egy új légiós, illetve egy magyar center érkezhet. A csapat tagjai közül Makánszki Máté, Farkas Dániel és Fazekas Csaba hétfőtől az U18-as válogatottal készül Székesfehérváron. Az NB1-ben még harcol a bajnoki címért az Albakomp és a Szombathely, a többi osztályban azonban már véget ért a szezon. A Nyíregyháza Blue Sharks az NB1-B keleti csoportjában a harmadik helyen zárta az alapszakaszt, végül pedig az ötödik helyen végzett a másodosztályban. A Siska János által irányított együttes bronzérmet szerzett a HEP kupában, így az edző szerint sikeres szezon tudhatnak maguk mögött a kékcápák. Ez az év, ez mindenkinek ugye egy kicsit úgy telt el, hogy tapasztalatot szerzett, önbizalmat szerzett, hogy amikor augusztusban elkezdtük a felkészülést, akkor próbáltunk célt kitűzni magunk elé. Igazából az volt a célunk, hogy építsünk egy komoly magot, egy csapatot. Nem akartunk célt kitűzni, mert nem tudtuk, hogy mi van még a csapatban. Az mindenképpen cél volt, hogy maradjunk bent ugye a B csoportban, és ne essünk ki a C csoportban. Ez úgy gondolom sikerült. Szerintem egyre jobban fejlődött a csapat, ahogy teltek el a hónapok. Amikor harmadik lettünk a HEP kupán, az csak plusz volt az egészre, és ugye a harmadik helyen végeztünk az országhoz, az meg teljesen extra volt szerintem. A játékos keretben nem lesz jelentős változás, az amerikai Emanigen távozott, mellette még a több élvonalbeli csapat által csábított Fazekas Csaba lehet az, aki elhagyja a cápákat. A többség azonban marad. Nagy Krisztiánnak volt szerződése, Bús Iván velünk marad még 2 évig, Czura Attila szintén 2 évig marad velünk, Olá Zoli szintén maradni fog. Ugye mindig mondtam, hogy ki fogok hagyni valakit. Varga Marcinak a dolgai kérdésesek, felvételizni szeretne tovább tanulni, és attól függően, hogy hol sikerül majd neki a felvételi, attól függően dönti el, hogy marad-e nálunk vagy sem. A fiatalok közül a természetesen többiek maradni fognak, és akkor nagyjából már meg is van így a keret nagy része. Egy légiós és még egy plusz igazolás hiányzik ebből a csapatból. Szeretnék ötös pozícióba majd egy magyar játékost, ha nem, akkor egy légióst. Ha van magyar játékosunk ötös pozícióba, akkor egy 3-4-es légiósra lenne szükségünk, aki a palánk alatt, de a palánktól egy kicsit távolabb is bevethető lehetne. A játékosok egyelőre pihenőjüket töltik, kivéve Mokánszki Mátét, Farkas Dánielt és Fazekas Csabát, akik hétfőtől a B-csoportos Európa-bajnokságra készülő válogatott kerettel edzenek Székesfehérváron.
Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer néhány mondatban. Nincs elég pék az országban, akadnak olyan pékségek, amelyek a jelentős munkaerőhiány miatt zárnak be. Erről tájékoztat a televíziónkat a Magyar Pékszövetség alelnöke. Lakatos Tibor elmondta, legalább 3000 pék hiányzik az ágazatból. Szerinte a fiataloknak nem elég vonzó a szakma, a munka nehéz, a fizetés pedig kevés. Közeleg a tanév vége, így egyre többen keresnek diákmunkát. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében elsősorban gyári betanított munkára, árufeltöltésre és telefonos értékesítésre keresnek jelentkezőket. Még tavaly óránként minimum bruttó 639 forintért dolgoztak a fiatalok, addig idén már közel 100 forinttal többet kereshetnek diákmunkával. Idén összesen 600 millió forintot osztanak szét a Magyarországon működő önkéntes tűzoltó egyesületeknek, közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzoltósági főfelügyelője. Leskovics Zoltán hozzátette, ha a megyéből 30 csapat pályázott és valamennyi nyert. A hivatásosok és önkéntesek számára a hétvégén megyei tűzoltóversenyt szerveztek Geszteréden. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták június 12-én hétfőn. Friss hírekkel holnap este is várjuk majd önöket, tudósításainkat addig is elérhetik honlapunkon. Én köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap napos száraz időre számíthatunk. Gyenge hidegfront vonul át éjszaka hazánk felett, kedre 1-2 fokot mérséklődik a meleg. Az éjjeli órákban változóan felhős lesz az ég, kisebb zápor is előfordulhat. Az északira forduló szél helyenként megélénkül, reggelre általában 17 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben napos idő várható, csapadék nélkül, az északnyugati szél élénk, helyenként erős lesz. Délutánra 27 fokig emelkedik a hőmérséklet, gyenge hidegfronti hatás várható. Extrém erős UVB sugárzás várható, ezért a déli, kora délutáni órákban kerülni kell a napon való tartózkodást. Szerdán és csütörtökön mérsékelten meleg, többnyire napos időre van kilátás, majd péntektől változékonyabbra fordul az idő. A hétvégén záporokra, zivatarokra is számítani kell, és sokfelé erős lesz az északias szél.